Hazai környezetben mérkőzött meg a Vasas ellen a dunajvárosi acélbikák jégkorong csapata. A kezdése nem lehetett panasz, nagy elánnal vágtak neki a meccsnek a bikák, több helyzetet is kialakítottak, és egy gólt is szereztek. A fordulás után sajnos nagyot hibázott a hazai védelem, így egyenlített az ellenfél. A továbbiakban Pincésnek és Mazureknek köszönhetően újra átvették a vezetést a mieink, és a záró etap előtt már 5-1-re vezetett a DAB. A folytatás továbbra is meglehetősen nyílt játékot hozott, melyből újra a hazaiak jöttek ki jobban, így végül 7-3-as győzelmet arattak az acélbikák. Minden nap beletesszük a munkát szárazon, jégen, konditeremben, és úgy éreztük, hogy valahol ennek ki kell jönnie. Valószínűleg sajnos ez már későn jött, de azért ezek a szép győzelmek mégiscsak önbizalmat adhatnak, vagy egy kis jó kedvet csempésznek legalább az öltözőbe. Személy szerint a három gólomnak örülök, szerint úgy rémlik, hogy csak duplán volt eddig a klubban, úgyhogy ez külön öröm számomra. Hát megyünk tovább. Igazából most már minden meccs ajándék. Borbás Gergely, az acélbikák másodedzője azt mondta, csonka kerettel álltak a mérkőzés előtt, de a távozó játékosok helyére dunajvárosi kötődésű fiatalok is érkeztek. Megkapták a lehetőséget, éltek is vele, ilyen küzdéssel, ilyen akarással, azt mondom, hogy a következő meccsen is lehet szansunk. Sok kérdés lebeg a csapat körül, sok a kérdőjel még, hogy mi lesz a jövőben. Reméljük, megkapjuk a választ hamarosan idővel. Ladányi Balázs, a Vasas edzője szerint a koncentráció múlott a mérkőzés. A taktikai fegyelem az a legfontosabb, tehát amiben ma elveszítettük a meccset, az, hogy nem olyan volt a game fókusz, amilyennek lennie kellett volna, és most bebizonyítottuk saját magunknak, hogyha nem tartjuk magunkat a tervhez, nem tartjuk magunkat a megbeszéltekhez, akkor igenis kikaphatunk, és még ilyen csúnyán is, mint ma. A Vasas után vasárnap a Debrecen ellen léptek pályára az acélbikák, azonban hiába küzdött csapatunk, 5-2-es vereséggel zárták a meccset. Legközelebb február 17-én korcsolyáznak jégre a dunajvárosiak a Brassó ellen, idegenben.